A vádlott és hozzátartozói várakoznak az ítélethirdetésre a törvényszék folyosóján. A tárgyalásra a szokásosnál több fegyver kísérte a vádlottat, a rendre pedig több rendőr vigyázott. Bodnár Zsolt tanácsvezető bíró az ítélethirdetésen elmondta, a vádlottat testi sértés büntettében és testi sértés vétségében találta bűnösnek a bíróság. Ezért a törvényszék halmazati büntetésül 6 év szabadságvesztésre és 5 év közélető eltiltást mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata a börtön. A vádlott a szabadságvesztés büntetéséből annak 2/3 része letöltését követően bocsátható feltétel szabadságra. A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja a vádlott által 2015. június 1 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. Kötelezze a bíróság a vádlottat, hogy fizesse meg az eddig felmerült 437.172 forint bűnügyi költséget az államnak. A tényállás szerint 2015. június 1-én az akkor 22 éves vádlott ittas állapotban sétált Tisza Bezdéd egyik utcájában, amikor egy vele szemben gyalogló középkorú férfit minden indoklás nélkül ellökött, majd a földön fekvő sértettet egyszer fejbe rúgta. A koponya sérülés szenvedett férfi még fel tudott állni és segítséget kért, kórházba vitték, de ott június 10-én életét vesztette. Az agresszívan viselkedő vádott aznap egy másik férfit is ugyanúgy megtámadott, de ő kisebb sérülésekkel megúszta a találkozást. Bodnár Zsolt bíró az ítélet indoklásában elmondta, a vádlott a testi sértés szándékával bántalmazta a férfit, életét ugyan nem akarta kioltani, de magára hagyta áldozatát, gondatlansága és a segítségnyújtás elmulasztása hozzájárult a sértett későbbi halálához. Az áldozat családja nem fogadta el az ítéletet. Kevésnek találom ezt az egész kiszabott büntetést. Ez nevetséges. Nem tudok mást mondani. Ennyi. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért, az ügyész súlyosbításért jelentett be fellebbezést. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik.